Kreatív alkotások készültek zöldségekből és gyümölcsökből a Süveg utcai Idősek klubjában. A programra a város több pontjáról is érkeztek klubtagok, akik a saját kertjükben termesztett növényekből készítettek szórakoztató kreációkat. Mosolyogva mutatták egymásnak a mosolygó gyümölcstálakat a Süveg utcai Idősek klubjában. A csapókertben most egy kreatív programmal köszöntötték az évszakváltást, ahol a többi között a szilva, a karfiol és a répa is egy-egy műalkotás része lett. Megpróbáltam az őszi jelleget visszahozni és készíteni két ilyen szép, egy gyümölcsös és egy zöldséges tálat. Olá Gáborné 77 éves, és évek óta részt vesz ezeken a programokon. 8 éve özvegy lettem, és hiányzott a közösség. Egy idő után éreztem, hogy nem tesz jól a bezártság, és ez a kis közösség nagyon nagy szeretettel befogadott engem, és örömmel is járok ide. Ma zöldséggyümölcs kreatív alkotások címmel tartottak rendezvényt, ahova Debrecen több klubjából is érkeztek. Városszerte 9 telephelyen biztosít az intézmény idősek nappali ellátás szolgáltatást. Azok közül is részt vesznek az idősek, megismerkednek egymással, eltöltik egymással a szabadidejüket. A szervezők szerint az ilyen kreatív foglalkozások is erősítik a szociális kapcsolatokat. A Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai egységét nemrég újították fel. Azért örülök annak, hogy a Csapókerti Közösségi Házban itt is egy egységként az idősek is megtalálják a saját programokat és a saját örömüket. A közösségi házzal együtt ez a rész is, a VSS-nek ez a területe is megújult, és láthatjuk, egy nagyon kulturált és nagyon szép környezetben találkozhatnak az időseink. A programon nem csak alkotni lehetett, de több előadást is láthattak a klubtagok.